Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Székely Sándor, független országgyűlési képviselő, az ISZOM mozgalom tagja. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mozgalom, vagy ma már pártról beszélhetünk? Párt vagyunk. Nagyon jó. Az voltunk, csak ilyen megfogalmazású a nevünk, hogy igen, Szolidaritás Magyarországért mozgalom, ez a pártunk neve. Álmaiba legalább egy frakcióra valóan bekerülnek? Hát ez nekünk nem az álmunk, nekünk a tervünk, és mibe fogunk kerülni egy frakcióval a Magyarországgyűlésbe 2022-ben. Hol tartanak a képviselőjelöltek számával? Képviselőjelöltjeink száma, hát most már ilyen 57-58 körül van. Szép teljesítmény. Én is azt gondolom, ez egy elég ugye, nehéz ügy. Ugye nem is olyan régen még elég volt országos listához 27 embert állítani, de most már ugye minimum 71 kell. És hát úgy tűnik, hogy nekünk mire kell, januárra addigra az ISZOM-nak, az Igen Szolidaritásnak meg lesz a listára, vagy bőven meg lesz a listára való jelölt. Néztem a jelölteket, és ezek az előzsűrizések, ezek úgy tűnik, hogy klasszul sikerülnek, de hogy történik ez? Valaki fölébred otthon, és azt mondja, hogy na, én elmegyek az ISZOM mozgalomba a parlamenti képviselőjelöltnek, és akkor fölhívja önöket, bejelentkezik, és előáll, hogy milyen előadó képességei vannak, vagy hogy megy ez? Majdnem, sok út van, hogy az emberek el tudjanak... Vagy inkább olyanok, akik már minden pártból kiábrándultak, megsértődtek a szocialistákra, elegük volt a DK-ból, kiestek a Fideszből, tehát ez egy ilyen gyűjtő mozgalommá válik? Igen, szóval ahhoz, hogy az Igen Szolidaritáshoz eljusson valaki is képviselő, annak sok útja van, sokféle ember is jön. Számunkra is meglepő, hogy a döntő többség az olyan, aki friss a politikában, tehát fiatalok, vagy annak, akik eddig nem érezték magukban azt, hogy ők politizálni szeretnének. De nem tagadjuk el, hogy ugye természetesen hát nekünk elég sok társadalmi kapcsolatunk van az Igennel és a Magyar Szolidaritás Mozgalmon keresztül, hisz Szonyi Tibor is már itt politizál 30 éve, Huszti Andrea a pártelnökünk, és hát jó magam is már itt tízve. És mint hogyha kibékültek volna egy kicsit a munkáspárttal és a... Erről egy pillanat, mindjárt csak, hogy azt akarom, mindjárt szót érzünk, csak hogy a... Hogy, és hát jönnek hozzánk, ugye hát Szőlősi-Né Ica is ugye most a második, harmadik kerületbe fog indulni. Az MSZP-ből jönnek át egész tagszervezetek. Hát mert ott megsértődtek, vagy kitették hát össze, őket? Hát inkább összevesztek, és inkább azt, hogy az MSZP ugye elveszítette ezt a baloldali jellegét. Ugye egyrészt az, hogy a kapitalizmus kritikát, másrészt, hát hogy mondjam, most itt tényleg nem technikai szövetséget kötnek egy szélsőjobboldali párttal, hanem hát a közös választási programot írnak, és együtt akarnak kormányozni, azért ez egy baloldali ez pártnak, azért ez egy nagyon... Kicsit? Hogy pestiesen hát, fejezzem ki magam? Hát ez nem ciki, hanem hogy hát, tehát ez üti a kettő egymást. Tehát most ugye vagy baloldali vagy, és antifasiszta vagy, és kapitalizmus kritikus vagy, és a munkások oldalán állsz, és akkor ugye ebből egy csomó minden következik, egy dolog biztos nem, hogy nem szélsőjobboldaliakkal nem kezdesz el pártot, tehát hogy kormányt alakítani, tehát meg közösen indulni a választásokon. De azt akarják elhitatni, hogy hát időközben ezek jó emberé váltak. Ugyan tegnap előtt még azt mondták, hogy leszámolnak a cigánysággal, kinyírják a zsidóságot, most meg ilyen nagyon emberbarátok és kumplit fosztogatnak. Igen, hát mi erre mondjuk azt, hogy értjük, hogy azt gondolják, hogy a politikai haszon most náluk ott van, hogy akkor most ezt azt kell mondaniuk, hogy ők már nem szélső jobboldaliak. És egyébként van ebben egy kis cinizmus is, hiszen azért ezt is olyan félszívvel mondják, és ezt a választók le is veszik, és hát úgy tűnik, hogy azt gondolja ez a pártszövetség, hogy hát a szélső jobboldali szavazókra is szükség van ahhoz, hogy hatalomra kerüljenek. Ez egyébként Németországban 1933-ban már okozott problémákat ez a fajta kiegyezés a nácika, vagy bármilyen szélsőséges dolgoz, hogy ezt sokszor megették már így a történelmet azért ez a nagy mozgalom nem nagyon szereti. Tehát amikor véletlenül emlékeztetjük őket a 30-as évek történéseire Németországba, akkor teljesen kiborulnak. Isten ments, ellenem például blokádot hirdettek. Mert azt mertem mondani, hogy ez a francia saláta koalíció, amit elfelejtettek betenni a frigóba, ilyen döglött szalmonellák táncolnak a tetején.
és borzalmas dolgokra képesek. Igen, ugye Isten ments, hogy én a politikus társaimat, pláne akik ellenzékiek itt hosszasan szidalmaznak, és nem is fogom ezt tenni. Én szerintem annak, hogy ami történik ezzel a hat párt, illetve ami körülöttük most van, már ez, most már 70-80, szerintem ez nem, tehát hogy én ezt, én látok benne pozitívumot, de nem onnan, ahonnan esetleg mások nézik, hogy alapvetően ezek a pártok jobboldaliak, illetve liberálisok. És hát valóban ennek az országnak biztos, hogy nincsen szüksége 6-7 ilyen pártra. Szerintem ebből a szempontból, ha nézzük, én illetve mi végül is örülünk, hogy akkor ők most akkor összeállnak, akkor lehet tudni, hogy van egy hát eléggé félszélső jobboldali kormányunk, van vele szemben, vagy születik vele szemben egy ilyen liberális, és hát a Jobbik miatt egy picit, vagy nagyon náci, kinek mennyire ízlése, egy másik tömb. És mi viszont építjük, viszont nekünk lehetőségünk van újra megcsinálni Magyarországon a politikai baloldalt, és itt térnék vissza ahhoz, hogy igen, mi együttműködünk más baloldali szervezetekkel. A munkáspárt alapvetően én úgy látom, hogy csak az aláírás, hogy a 250.000 forintos minimálbérért gyűjtöttünk együtt. Ugye az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak volt egy, illetve van is egy kezdeményezése, hogy legyen 250.000 forint a minimálbér, és mi azért aláírásokat gyűjtöttünk egész nyáron, illetve májustól egészen szeptember 11-ig. Ugye ott lesz a... Ők nagyon tisztességesen megjelennek, és ott vannak mindenhol, próbálkoznak. És ők ebben nekünk segítség, és ebben nekünk hisznek is. És rajtuk kívül még a Vajnai féle új európai baloldallal, és még a Magyar Szociáldemokrata Párttal működünk együtt. A munkáspárton kívül ez a másik két párt, ott is lesznek a most szeptember 11-én tartandó Munkás Büszkeség napján, vagy ahogy mondani szoktuk, a Munkás Pride-on. Ugye ott lesz vége az aláírásgyűjtésünknek. Na, itt lassítsunk egy pillanatra le, ez több embernél ki fogja verni a biztosítékot. A Pride fogalom az már foglalt hát valamire. Hát én nem tudtam, hogy szavakat így le lehet stoppolni. Erről nem tudtam. Nézze, az van, hogy Magyarországon az elmúlt 30-32 évben elhitették a magyar dolgozókkal, hogy ők egész egyszerűen nem érnek túl sokat. Itt olyan fizetések vannak, amik hát alig lehet őket fizetések, normális fizetéseknek nevezni, gyakorlatilag nem lehet megélni. Az a 4,5 millió ember, aki dolgozik, az majdnem mind, nem igaz, van egy valószínűleg egy 500.000 ember, aki jól él még a munkájából is, de a többi 4 millió ember az gyakorlatilag két küzdik. Munkahelyen dolgozik, vagy három munkahelyen dolgozik, a tűzoltók hétvégén villanyt szerelnek, az ápolók 2-3 műszakban dolgoznak, 24 óráznak, a tanárnők hétvégén, nem is folytatom ezt az egészet. Jó, egy frakcióra való bekerül önöktől a parlamentbe, mit fognak tudni csinálni? Önök lesznek a mérleg nyelve? És pontosan ezt, hát hogy mondjam, mi azért politizálunk, hogy az embereket fölébresszük abból a 32 évnyi álomból, amit ebben a magyar kapitalizmusban, mert ez a kapitalizmus nem feltétlenül ilyen, bár egyre több helyen ilyen sajnos, azért azt látjuk, hogy ebből ébredjünk föl, és ezt nem szabad hagyni, hogy ez történjen velünk, és mi azt akarjuk, hogy az emberek jól éljenek Magyarországon. Illetve és meg tudjanak élni. Meg tudjanak. Hát mi azt szeretnénk, hogy jól éljenek. Mi azt szeretnénk, van. Hogy jól éljenek, ha már végigdolgozzák az életüket, akkor mi azt szeretnénk, hogy jól éljenek. És mi ezt fogjuk képviselni a magyar országgyűlésben, és azt a gondolatot, hogy a kapitalizmus, ami szétveri a gyakorlatilag az egész bolygót, és hát Magyarországon is óriási károkat, az szoruljon vissza. Megszakítom egy pillanatra a kollégámat, kérem, hogy egy órát varázsoljon nekem, mert vagy már kifutottunk az időből, vagy még el se kezdtük a beszélgetést, nem, még van 3 perc. Szóval, hogy igen, és egyébként mi azt gondoljuk, hogy mi tudunk lenni a mérlegnyelve, és ebből a pozícióból, hát szerintem nagyon sok mindent el lehet érni a következő 2022-2023. Folytattak-e már titkos megbeszéléseket a kormányfővel, a Fidesz-KDNP-vel, esetleg egy külső támogatásról, vagy a Gyurcsány által vezetett ellenzéki pártokkal, vagy helyráérünk arra még? Nincs helyráérünk arra még, mi nem csinálunk titkos tárgyalásokat természetesen, és azt gondoljuk, hogy mi nem így politizálunk, tehát mi az emberekkel foglalkozunk, és meg kiharcoljuk magunknak ezt a pozíciót. A Fidesz mi nagyon, hát hogy mondjam, itt volt nekik 12 év, Orbán Viktor 30 éve van itt nekünk, szerintem elképesztő károkat is okozott Magyarországnak.
Ez amikor 2002-ben, amikor 2002-ben kijelentette, hogy a haza nem lehet ellenzékbe, tehát gyakorlatilag azokat, akik nem Fideszre szavaznak, azt, arra azt mondta, hogy ez nem tartozik az országhoz. Én azt gondolom, hogy például ilyet nem lehet mondani. Nem mennék végig a Bühnlandstromon, mert akkor itt mindig szóval, hogy itt ebbe lehet... Meg ez nem is lehet, igen, de hogy nekünk az a problémánk, hogy majdnem mindegy, hogy Orbán Viktor, vagy Dobrev Klára, vagy Karácsony Gergő van hatalmon, ami kapitalizmus van... Nem mindegy, mert ami kapitalizmus van, lehet, hogy addig, nem tud addig a rendszer... Aztán mi lesz önnel. Így. De hogy ami kapitalizmus van, addig Magyarországon ez a rendszer van, addig a magyar dolgozókat mindig ki fogják zsákmányolni. De ezen hogyha kell nem lesznek dolgozók, akik megtermeljék a kenyérre valót, akkor dolgozni kell, csak úgy kell dolgozni, hogy például, hogyha a szocializmusról beszélünk, akkor ott olyan, mi azt képzeljük, azt értjük szocializmus alatt, hogy az embernek van egy munkája, oda bemegy, dolgozik 8 órát, és abból meg tud élni. És, nem akkor, utopisztikus ez egy kicsit napjainkban? Hát ez lenne a normális. Hát, hogyha azért váltottunk rendszert, hogy ez már egyszer megvolt, és... Mindjárt elmúlik a beszélgetésre szánt időnk sajnos, pedig sok mindenről szerettem volna még kérdezni. Járja az országot, legyen ő most ön a barométer, mit érez? Az emberek odafigyelnek, és tényleg olyan érzik azt, hogy ez egy nagy tét, hogy elmennek-e szavazni? Az emberek borzasztóan odafigyelnek, a legkisebb falvakban is figyelnek, tudnak, hiszen a technika miatt már ott van, és hát amúgy is érdeklődők a magyar emberek. Én azt gondolom, hogy sokan fognak elmenni szavazni, és én azt érzem, hogy nagyjából kiegyenlített ez a dolog, tehát a két nagy tömb között kiegyenlített a dolog, de azért nagyon sokan látják, hogy a hatos fogat, vagy nem tudom hányos fogat, ott igazán érdemben nem mond nekik semmit, csak annyit, hogy Orbán Viktor le kell váltani, és ez azért kevésnek tűnik. És mi azt gondoljuk, hogy amit mi mondunk, illetve ezt nem gondoljuk, hanem tudjuk, hogy annak borzasztó nagy húzása van, főleg leginkább a 10 főnél kisebb településeken Magyarországon. Bízunk benne, hogy mindenki meghallotta a hívó szavát, és jól fog sikerülni ez a szeptember 11-i szervezés is, és a munkás büszkeség napja. Gondolom, hogy lesz virsli, talpalávaló a világon minden. És hétköznapi csalódások zenekara végén, igen. Sok sikert! Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Székely Sándor független országgyűlési képviselő, és mint majdnem minden független országgyűlési képviselő talált magának egy pártot, ő az ISZOM mozgalomhoz csatlakozott, és most mindent megtesz azért, hogy bejussanak a parlamentbe. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és visszavárjuk. Előzetesek, és már is következik a 24. század vezető elemzője, Deák Daniel. Tartsanak velünk!